Duplán debütált szombaton az NKS, egyrészt szezonbeli első bajnoki meccsét játszott a nyíregyházi csapat, másrészt először lépett pályára az őrcsoportban Farkasinszki Gyuláné együttese. Az első negyed szorosan alakult, a hazaiak 3 pontos előnyt szereztek, amelyből egyet a nagyszünetig ledolgoztak az egyetemisták. A harmadik negyedben aztán nyílni kezdett az olló, a Farkasinszki orsolya Borza Laura és Karakó Dorina által vezérelt házigazda 9 pontos vezetésnél vágott neki a záró 10 percnek. A fáradó vendégekkel szemben további 17 pontot tett hozzá előnyéhez a kosársuli, amely végül magabiztos győzelemmel zárt a mérkőzést. A csapatkapitány szerint az is benne volt a döcögős kezdésben, hogy a felnőtt csapat 6 hete játszott legutóbb mérkőzést. A junioroknak ugye van a bajnokságuk, de alapvetően ugye 5-en vagyunk, akik a NB1-ben tudnak csak szerepelni idén. Szerettünk volna edzőmérkőzést játszani, de ugye a többieknek miután megvannak a mérkőzéseik, így nekik ez már sok lett volna, úgyhogy az előző hétvégét a mérkőzés az ugye elmaradt, úgyhogy igen, ez így most október közepén sikerült elkezdenünk a bajnokságot győzelemmel, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó dolog. A végül 25 pontig és 17 lepattanóig jutó Farkasinszki orsolya közel egy év kihagyás után szerepelt ismét bajnoki meccsen. Egy kicsit másabb szerepet is töltök be, mint akár 2-3 éve, amikor ugye még a szülés előtt kosárlabdáztam. Ez mindemellett azt gondolom, hogy nagyon tehetségesek a fiatalok, és egyébként egy nagyon jó társaságot alkotunk. Lehet, hogy kicsit érdekesen hangzik, de azt gondolom, hogy le tudok süllyedni az ő szintjükre, tehát tudok én is gyerek lenni, mint azt gondolom minden felnőtt, úgyhogy azt gondolom, nagyon jól megértjük egymást. Ez alapvetően a pályán is kiszokott jönni, nyilván egy kicsit össze kell még szoktunk, mert valóban ilyen felállásban még sosem játszottunk, de előttünk a jövő. A nyíregyházi kosársuli legközelebb október 20-án lép pályára, akkor Budapesten a Kislenke Kosárlabda Akadémia vendégei lesznek Farkasinszkijék.